A HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata az élvonalbeli Kecskeméti Téje együttesét fogadta a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. A találkozó harmadik percében Horváth Dániel jobboldali beadását a 11-es pontról cipfejelte centikkel a kapu mellé, majd ismét ciflőtt 18 méterről ugyancsak mellé. A 19. percben Bocskai ugratta ki Katona Bálintot, aki lesgyanús helyzetben levette a labdát és csak Oroszival állt szemben. A michelini kapus a lövést lábbal hárította. Az NB1-ben szereplő vendégek a 20. percben szerezték meg a vezetést. Katona Levente büntető területen belüli buktatásáért a játékvezető 11-est ítélt, amit Lukács a kapu bal oldalába rúgott. 5 perccel később először Kis Balázs, majd Major kapura tartó lövését is blokkolták a vendégvédők. Aztán Vágó lövése ment mellé. A 29. percben duplázta meg előnyét a Kecskemét. Kotula ment el a bal szélen és adott be a középen üresen érkező Lukácsnak, aki közelről a kapuba passzolta a labdát. A 32. percben pedig Nagy Krisztián jobboldali szabadrúgása érkezett a hazai kapu elé, amit Vágó közelről befejelt. A fordulás után Katona Bálint távoli lövése szállt mellé. Kicsivel később Kirtner passzolt vissza Majornak, a labda egy vendégvédőről vágódott szögletre. Az 56. percben Lukács ment el a jobb szélen, felnézett és középre passzolt az érkező Katona Bálintnak, aki közelről a michelini kapuba lőtt. Aztán egy baloldali támadás végén Kirtner lőtt kapura, lövését Varga fogta. A 68. percben pedig Kirtner labdát szerzett és vette célba a hosszú felső sarkot. A labda kevéssel ugyan, de elkerülte a vendégkaput. Majd Katona Bálint lövését tornázta ki a felső léc alól Oroszi. Ezután a bal szélen kapott labdát és ment el Pálinkás, majd középre adását átlépték, és a hosszún érkező Kovács Koloshoz került a labda, aki kapásból fölé lőtt. A 79. percben Major lőtt fölé. Egy perccel később Barkóczi egy csel után a 16-oson belülről lőtt kapura, amibe a vendégkapus még bele tudott érni, így centikkel a kapufa mellé vágódott a labda. Még ebben a percben Koszovcsuk lőtt 20 méterről fölé. A 81. percben Kovács Kolos ment el a jobb szélen, majd középre ívelte a labdát, amit Pálinkás fejelt kapura, Oroszi bravúrral védett. A vendégcsapat kihasználta NB1-es rutinját és érvényesítette a papírformát, megérdemelten jutott tovább a MOL Magyar Kupában a Kecskemét. Azt gondolom, hogy a mérkőzés elejét ezt jól kezdtük, talán az első 10-15 percben volt egy-két komolyabb lehetőségünk is, hát egy egészen biztos, ami nagyon komoly volt, ami gyakorlatilag centikkel ment mellé. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó felfogásban, jó hozzáállással úgy mentek ki a srácok a pályára, ahogy kell. Aztán értelemszerűen ilyenkor egy picit azért ez megváltozik, amikor úgymond bezavar egy büntető, akár lelkileg, akár egy ilyen kupacsatában, amikor egy első osztályú csapat jön, akkor ideiglenesen tudja borítani a gondolatokat, elképzeléseket. Viszont ha nagyon rövid akarok lenni, akkor talán az a lényegi része, hogy azt gondolom, hogy a Kecskemét azért megérdemelten nyert teljes mértékben, mert jó minőségű játékot játszottak és előhatározottak voltak. Az eredményt azt olyan szempontból érzem túlzónak, hogy hál' Istennek azért nekünk is nagyon-nagyon sok helyzetünk, lehetőségünk, lövésünk volt, úgyhogy ilyen szempontból azért jobban örültem volna neki, hogyha ezekből mi is ki tudunk használni egyet, kettőt, hármat, és akkor mégis más a szájíze az embernek, még így is, hogy azért a vereséget nehéz emészteni, viszont végig egyenes gerincsel, meg egyenes jellemmel játszottak a srácok, úgyhogy ennek meg nagyon-nagyon örülök. Azt mondtam az öltözőben, hogy egy ilyen típusú és stílusú mérkőzés után nem kell, hogy bárkinek viharfelhők legyenek a fejében, mert most már hál' Istennek a sokadik olyan visszajelzés jött, pedig csak pár perc alatt vége a mérkőzésnek, hogy amit mondtam is, hogy sok lehetőségünk volt, jó felfogásban játszott a csapat, tehát úgymond egy picit megint tudtuk vinni ilyen szempontból a klubnak és a csapatnak a hírnevét. Az meg természetesen bántó és aggasztó, hogy ennyi és ilyen gólokat kaptunk. Ezt majd a következő időszakban szeretnénk, meg ki is fogjuk javítani. Pont itt a másik kollégának ugyanezt mondtam, hogy elképesztő, hogy akár az időjárás miatt, akár tehát minden miatt az, hogy ennyien most megint kijöttek, és így buzdították a srácokat, ezt
nem tudjuk elégszer, és én most csak közvetítem az ő gondolataikat is azzal együtt, hogy a stáb is így gondolja, hogy nem tudjuk elégszer, és megköszönni, hogy mennyi erőt ad ez nekik, és most is, amikor adott esetben gólt kaptunk, akkor azért talpon maradtak, és beleálltak, ehhez nagyon-nagyon kell az a jó pár ember, aki folyamatosan kilátogat a mérkőzéseinkre, úgyhogy ezt külön köszönjük nekik. Semmiféleképpen nem gondolom azt, hogy sima győzelem volt. Sokkal jobban kezdett a hazai csapat, helyzete is volt. Azután véleményem szerint a alapelveink, a játékelveink jobban működtek. Itt azért kijött az, hogy nehezebb játékhelyzeteket jobban oldottak meg a játékosaink, és örültem, hogy élvezik a futballt a középpályásaink, támadójaink, sőt még a védőjeink is. Így tetszetős gólokat is lőttünk, viszont egyáltalán nem volt könnyű ez a mérkőzés. Nekünk sok minden bejött, hazai csapatnak kevésbé. Alakulhatott volna ez másképpen is, de nagyon örülök, hogy mifelénk billent a mérlegnyelve. Itt az első-második találatnál gondolok, hogy ugye azért az lényeges, mert itt egy mérkőzésen dől el minden. Itt nem lehet aztán tovább taktikázni. Jött előre a hazai csapat, és akkor már azért könnyebb dolgunk volt. Pinezics Máté együttese szeptember 22-én vasárnap 17 órától a Tatabánya együttesét fogadja a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában.